A gazdasági miniszter emlékeztetett arra, hogy a Granicsár mezőgazdasági vállalatot néhány évvel ezelőtt már privatizálták sikertelenül. Most pedig várják az újabb befektetőt, aki megvásárolná a vállalatot. Amíg ez nem történik meg, addig a dolgozók nagy nehézségekkel küzdenek, és mi ezzel tisztában vagyunk. Egy novemberi határozat szerint az ilyen vállalatoknak segíteni kell, amíg nem rendeződik a helyzetük. Ezzel összhangban a zombori önkormányzattal közösen hoztuk meg azt a határozatot, mely szerint az állami földterületek bérbeadásánál engedményt adunk a Granicsárnak. A 4,5 ezer hektár földterületből 1000 hektár megművelését biztosítottuk a vállalatnak, annak ellenére, hogy közel 3,5 millió euró adósságot halmozott fel. Mivel a Granicsár mezőgazdasági vállalat és a zombori önkormányzat között nem született megállapodás, a dolgozók holnapra újabb tüntetést jelentettek be. Újabb tüntetést jelentettünk be, és mezőgépekkel fogunk az utcára meg a községháza elé vonulni, ha nem jutunk közös nevezőre. Szerintünk a probléma a helyi önkormányzatban, azon belül pedig a mezőgazdasági részlegben van. A Granicsár Függetlenség szakszervezet képviselői szerint a vállalat megvásárlása iránt nagy az érdeklődés, és a következő 2-3 hónapban végbe mehet az újabb magánosítás.